Csésző család története összefonódik a magyarországi református egyház történetével, hiszen őseit közül többen is református lelkipásztorként szolgáltak, sőt, templomépítő lelkipásztorokként. Honnan is indul el a Mésző család története? Hol volt az ősi fészek? Én annyit tudok, hogy Sárbogárd, mai Sárbogárd, amelyet őseim csak Bogárd néven emlegettek, az volt a családi fészek több évszázadon keresztül. És a református egyházzal való kapcsolat tulajdonképpen előbb kezdődött a család és az egyház között, mint a lelkészi pályára lépő mészölyök korszaka, mert nekem apai nagyapám és apai dédapám volt református lelkész Tabajdon. De Bogárdon, ennek a dédapámnak, Mésző Andrásnak az édesapja, Mésző Gergely, az még nem volt papi ember, ő egyszerűen földbirtokos volt, és a türelmi rendelet bátorítására három bogárdi nemes família építetett egy vályog templomot, mert a türelmi rendelet megengedte, hogy a nemes urak saját birtokukon csak ott szabadon gyakorolhassák vallásukat. Na most itt az érdekes dolog történt, hogy természetesen ők megépítetvén ezt a vályog templomot, ahhoz csatoltak egy lakást a lévitának, és az ottan tanította a gyerekeket, nem csak az ő gyerekeiket, hanem az egész falu, vagy akkor még inkább falu jobbágyainak a gyermekeit is, és azok is jártak Isten tiszteletre természetesen a vályog templomban. Tehát erre aztán följelentették őket, hogy a türelmi rendelet csak a nemes uraknak engedi ezt a vallásgyakorlást. Kijött valami hatósági ember, és lezáratta büntetésből ezt a templomot. Hát aztán tudom a családi hagyományból, hogy Mésző Gergely azonnal leszedette ezt a lakatot, és tovább folyt minden úgy, mint ahogy az előtt. Ez ma olyan meglepő, hogy ilyen tilalmak voltak. Ma, amikor már a keresztény felekezetek barátsággal élnek egymás mellett, ma ez szinte már olyan lehetetlennek tetszik, hogy ilyen üldözésnek voltak kitéve. Na, akkor aztán megint feljelentették a bogárdi nemeseket, hogy ők továbbra is engedik a cselédeiket és a birtokaikon lévő nem-nemes familiákat templomba járni, sőt, esketések, temetések is folynak ott. Erre azt válaszolták, hogy hát ők nem szedték le ezt a lakatot. Hát a rossz gyerekek játék közben mindig leverik. Hát azért mondom, hogy ilyen anekdótában, szinte azt mondhatnám, hogy jókai regénybe, vagy mixált regénybe illő anekdotikus, de közben tragikomikus színezetű eseményeken keresztül szövődött össze a familiának a református vallással és eklézsiával való kapcsolata. Ott állt ez a templom, ahol most a bogárdi református? Azt én nem tudnám megmondani, mert végül aztán az lett a vége, hogy miután újra feljelentették őket, szétverették ezt a templomot, úgyhogy ennek a vályog templomnak még egy vályog köve sem maradt meg. Később nem csak megtűnt felekezet, hanem rendes felekezet. Csak akkor építették a bogárdi templomot, egy szép nagy templom. És a család az Bogárdhoz évszázadokon keresztül kötődött. Ott voltak a sírok. Volt Bogárdon egy úgynevezett mészői temető, ezt úgy hívták. És az volt a hagyomány, hogy oda temetkeztek a család tagjai, még azok is, akik elszármaztak onnan. Úgyhogy édesapám is olyan végrendeletet hagyott, hogy ott temessék el, ő is ott volt eltemetve, hogy ott temettük el őt is. Aztán édesanyám is oda került. Szegény testvérbátyám, aki fiatalon meghalt, ő is
ott van eltemetve, csak a szerencsétlenség történt, hogy ez a egykori Mészöly temető, ez a szovjet hadsereg laktanya körzetébe esett. És az oroszok megtiltották oda a temetkezést, sőt azt is, hogy oda bemenjenek az emberek. Úgyhogy aztán exhumálni kellett szüleim és testvérbátyám hamvait. A megmaradt Mészöly sírköveket, mert sok megmaradt azért éppen, azokat is kitelepítették utólag a községi temetőbe, és ott nagyon érdekes sírföliratok vannak. Azokból kiderül, hogy Bogárdról a szabadságharc idején 9 Mészöly ment el harcolni a szabadságharcba. És dédapád hogy került el Sárbogárdról? Valószínűleg tartom, hogy mivel a Mészöly családban mindig sok gyerek volt, osztódott a birtok. És ő már nem tudott volna megélni a ráeső birtokból a régi földesúri módon. És hát valószínűleg tartom, hogy mivel a családnak ilyen közeli kapcsolata volt a református egyházzal, hogy ő komoly hivatást érzett arra, hogy lelkészként folytassa életét. Így aztán ő Tabajdra került, ahol akkor volt éppen összeomlóban a régi templom, amelynek csak egy falát lehetett megmenteni, ahhoz ragasztva építették föl az ő vezetésével az új templomot. De ez nagyon lassú folyamat volt. Ugyanott lett aztán lelkész, nagyapám is, apai nagyapám. Nagyon sajnálom, hogy őt nem ismerhettem személyesen, mert apámtól nagyon érdekes dolgokat tudok róla. Többek közt az, hogy Budapesten végezte a teológiát, és ott akarták tartani a héber nyelv tanársegédjeként, mert filológus hajlamú diák volt. Kitűnően tudott latinul, görögül, héberül, németül. Később megtanult önszorgalomból angolul és franciául is. Tehát egy nagyon érdekes ember lehetett. Na, ő azután ezt nem vállalta, mert azt mondta, hogy ő vidéken akar élni. Visszavonult Tabajdra, és ott úgy élt pontosan, mint ahogy egy középbirtokos szokott élni a falujába. Egyszer édesapám tréfásan azt mondta nekem, tudod, mi volt a te nagyapád foglalkozása? Ő az volt Tabajdon, ami Odysseus Ithakába. Ott ő volt a király. Tabajdon az hatott meg engem, hogy a mindenkori tabajdi lelkipásztorok ápolják és tartják nagyapám és dédapám sírját. Megvan a sírkövük, néha valóságos írtó munkát kell végezni körülötte, mert a különféle bokrok benövik, de ők ezt becsülettel elvégzik. Ez nagyon jó esik nekem. És édesapád hogy került el Tabajdról? Édesapám ugye a tanári pályára lépett, bölcsész lett, Kolozsvárt végezte az egyetemet. És az volt a terve, hogy valamelyik erdélyi iskolába ad be pályázatot, miután Kolozsvárt végzett. Hogy miért Kolozsvárt, azt én sose kérdeztem tőle, vonzódott úgy látszik a kolozsvári légkörhöz. Bár az messze esett a Dunántúltól. Na, anekdótába illik az, hogy hogy került aztán ő mégis Kunszentmiklósra tanárnak, és hogy vette Kunszentmiklósi lányt feleségül, édesanyámat, hogy ez úgy történt, hogy Baksai Sándor számon tartotta nagyapámat, mint tudós hajlamú embert, a tabajdi papot. És találkoztak egy ilyen egyházmegyei gyűlésen, és elkérdezgette, hogy mi van a fiaiddal. És akkor nagyapám mondta, hogy hát egyik fiam most készül éppen beadni a tanári pályázatot. Azt mondta, hát miért menjen a fiad olyan messzire, mikor nekünk is volna szükségünk Kunszentmiklóson egy geográfusra.
Így mondta. Nagyapám azt mondta, hát az én fiam latin magyar szakos. Baksai azt mondta, nagyszerű, aki latinul tud, mindent tud. Aki latinul nem tud, semmit se tud. Adja csak be a pályázatát. Ezek után apám leutazott, hogy bemutatkozzon Baksainak. De még el se ért a parókiára, kell tudnod, hogy Baksai püspökként is megtartotta a kunszentmiklósi parókiáját. Nem volt hajlandó elköltözni onnan. Akkor püspöki székhely lett. Egy jó ideig kunszentmiklós. Na, apám megérkezett. A Kaszinó utcán egyszer csak szembe jött vele Baksai. És az árkon átvetett pallón pont akkor lépett rá a pallóra, amikor apám a másik oldalról érkezett volna. Mire Baksai megállt, és csak ennyit mondott. Keskeny a palló kettőnek, itt nem engedte le a hangot, várta, hogy észreveszi apám, hogy ez idézet. Apám pedig azt mondta, nem térhet ki a Dani, mert ez a Vörös Rébék című aranyballadának a két sora. Mire Baksai a kezét nyitott, azt mondta, öcsém uram, ezzel megnyerte a pályázat. Hát így került apám Kunszentmiklósra. És később életedre hogyan hatottak szüleid, édesapád, édesanyád? Kinek szépen, egyszer azt mondtam valakinek, elnagyoltan, hogy szinte mindent édesanyámtól örököltem, és szinte mindent édesapámtól tanultam. Édesanyám óriási hatással volt rám. Ennek az volt az oka, hogy mivel magántanulók voltunk, tulajdonképpen ő tanított bennünket mindenre. Például a bibliai történetek. Sose felejtem el azt, ahogy ő a tékozló fiú történetét elmondta nekünk. Vagy az irgalmas samaritánus történetét. Különösen ezek hatottak rám, mert ezekben megbocsátás volt. Ugye a gyerek, aki néha rossz, megkönnyebbül, hogy van ilyen, hogy az Isten megbocsát. Ezeket édesanyám úgy tudta nekünk elmondani, hogy azt mondhatom neked, hogy egész életemre ez nyomta rá a bélyegét a valláshoz, a hithez való viszonyomnak. Vagy például ez aztán keveredett később, azt mondhatnám, hogy ezek az evangéliumi emlékek keveredtek valamilyen természetvallással, ami bennem kezdett kialakulni. Például sokat foglalkozhatott engem gyerekkoromban, hogy honnan tudják a költöző madarak azt, hogy mikor kell nekik elrepülni, és hogy hova kell. És emlékszem, hogy egyszer erről beszéltem édesanyámmal, és anyám azt mondta, azt mondják, hogy ez az ösztön. Hát mi az, hogy az ösztön? Ösztön azt jelenti, hogy az Isten gondolkozik helyettük. Ez úgy megmaradt bennem ez a mondat. Aztán mondom neked, hogy édesapám nagy magyarázó volt. Nagyon szeretett katedrán kívül is magyarázni. Talán ez volt az oka annak is, hogy a költő tanítványai annyira megszerették. Például József Attila kedvenc tanítványa volt. Ő is nagyon szerette, és Attila is gyönyörű dedikációt írt a Nem én kiáltok című kötetébe. 20 éves voltak, hogy József Attila. Édesapám külföldi tanulmányúton volt két esztendeig, Bécsben és Münchenben, utána pedig az Akadémia levéltárának őre lett. És budapesti lakos volt már akkor, és az akadémiai levéltári őri állásából került azután egyetemi tanári katedrára, Szegedre. Aztán mi is ott voltunk gyerekek 10 esztendőn keresztül, de tulajdonképpen aztán már ennek a 10 évnek az utolsó 3 évét, azt már jó részt Sárospatakon töltöttük, mert én is, meg bátyám is oda kerültünk az angol internátusba és a református gimnáziumba.
lehet, hogy azért, mert közben a kavaszkor kinyitotta az eszemet, vagy fölbátorított az új környezet. De Patakon elkezdtem sikeres lenni. Az az emlékem van Patakról, hogy az önképzőkör az például a diákság autonóm szervezete volt. Ott én, mint költő, egyszerre föltűntem, tanáraim attól kezdve elnézőek voltak irántam, hogy bizonyos más tárgyakból gyengébb voltam. Egyszerre úgy haladtam elő a tanulmányaimban, hogy azt éreztem, hogy rajtam van a szeme azoknak, akik fölöttem állnak. Ez volt a pataki diákéveimnek a legszebb emléke, hogy ott kezdtem kinyílni, és ott én rám odafigyeltek. És a sárospataki évek után hogyan kerültél a teológiára? Ez érdekes kérdés, mert én sokáig haboztam a pályaválasztásban. Nevetni fogsz, hogy miféle pályák forogtak a fejembe. Többek közt festő akartam lenni. Édesapám, aki állandóan attól félt, hogy egy ilyen művész hajlamú fia, mint ez a Dezső gyerek, ez majd éhen fog halni, mert azzal nem lehet pénzt keresni, amit ő akar csinálni. És rábeszélt engem, hogy családunkban hagyománya van annak, hogy református papi pálya, téged az emberek általában kedvelnek, próbáld meg, te belőled lehetne református lelkész. Emlékszem, hogy az indította el ezt a gondolatot apámra, hogy volt egy versem, ami ilyen szinte misztikus vallási élményről szólt, úrvacsora osztással kapcsolatos vers volt, csak az első soraira emlékszem, úgy kezdődött, sötétben volt a vers címe, hát 14-15 éves fejjel írtam, és úgy kezdődött a vers, hogy nagyon sötét van, csöpp fény sem rezeg. Jézusom, hol van a kezed? Jaj, érzem itt a sebb helyet. Apámat ez nagyon megindította. Azt mondta, hogy te papnak való vagy. Én nem egészen így gondoltam. Én kicsit idegenkedtem a papi pályától, nem tartottam az egyéniségemet olyan áldozatosnak, vezérkedőnek, amilyennek egy jó lelkipásztornak lennie kell. Én úgy éreztem, hogy én nagyon is lírai, nagyon is egocentrikus, önmagammal foglalkozó egyéniség vagyok. Nem mondom, hogy önmagamban zárkózó, mert nem voltam zárkózott, de magammal foglalkoztam sokat. De aztán beiratkoztam a budapesti teológiára, az az emlékem, hogy egyszerre nagyon elkezdett érdekelni a bibliai kortörténet és a bibliai irodalomtörténet. Különösen Budai Gergely professzorom tett rám hatást. Ugyanakkor meg kell mondanom azt is, hogy teljesen idegen volt tőlem a dogmatika, a tételes vallás. Én letettem aztán az első lelkész képesítő vizsgát 1940-ben. Utána egy kicsit szabálytalanul egyszerre beiratkoztam a Kolozsvári Egyetemre bölcsésznek, ahol 2 évet beszámítottak a teológiai végzettségem folytán, és ugyanakkor, mivel festő akartam lenni még mindig, beiratkoztam a érettségbizonyítványom másolatát beadva a képzőzeti főiskolára is. Gondoltam, úgyse vesznek föl, megpróbálom. No, de fölvettek. Így aztán az történt, hogy én mezei hallgató voltam Kolozsvárt, néha leutaztam vizsgázni, írtam közben a doktori disszertációmat, elnézték a professzorok azt, hogy nem vagyok ott mindig, és közben jártam buszgón festőnövendékként rajzolni a képzőzeti főiskolára.
rajzaim nagy része elpusztult, de azért néhány megmaradt. Feleségemet elrajzoltam 20 éves korában. Későbbi sógornémat, Katikát, az talán a legszebb rajzom, azt hiszem. Már hát persze ezek relatív, hát az én rajzaim köztül egyszer. Rájöttem aztán festés közben és rajzolás közben, hogy csak azon az egy osztályon is, a Burkhardt osztályon, van két olyan fiú, akinek irigylem a festményeit, rajzait, mert frissebb, mint az enyém. És akkor azt mondtam magam, hogy mit keresek én akkor ezen a pályán? Ha ezen az osztályon van kettő, aki nálam jó, mennyi lehet az egész főiskola, mennyi lehet az egész országban, mennyi lehet az egész világon? Művészetben nem érdemes középszerűnek lenni. Abba hagytam. Közben a másik vonalon én buzgón fordítottam Villont. A doktor disszertációm is ezzel volt kapcsolatos. Zollai Bélánál doktoráltam, aki elfogadta azt a témát, hogy Villon Magyarországon, ez volt a címe, mármint hogy a magyar irodalomban való szerepe. Én ott fölkutattam, hogy a 18. század végén már történik említés a magyar irodalomban Villonról, ami nagyon érdekes ritkaság, és aztán végig mentem egészen napjainkig, vagyis az akkori napjainkig, 1942-ben fogadták el a disszertációt, és akkor doktoráltam Kolozsvárt. Így lettem költőből, nem mintha megszűntem volna költő lenni, de nagy súllyal műfordító. Engem az érintett meg, és az izgatott, miközben fordítottam, hogy hogy keveredik Villonban a középkori hagyományos vallásosság a legmodernebb kételyekkel, amelyek az ő páratlan őszintesége folytán föl-föl villannak. Van neki egy híres verse, amit anyja kérésére írt. Ez egy fohászkodás a Szent Szűzhöz. És ott az érdekes, hogy Villon itt az anyja, az analfabéta anyóka szerepébe beleélve magát, tulajdonképpen a saját kételyekkel már később átszőtt, de naívul belé gyökerezett középkori vallásosságot szólaltatja meg gyönyörűen. Ki égen földön tartott trónusod, s pokol fertőjét fennen ülve nézed, Szent Szűz, nevesd meg az alázatost, tiéd közzé bocsásd bé a vétkest, bármi esendős, gyarló is e vén test, és lelkem bármi sok teher nyomasztja, százannyi a te irgalmad malasztja, kinek te kincsed ingyen nem adod, az mennybe nem jut, esküszöm szavamra, e hitben élek, e hitben halok. Ez teljesen a középkori hit. Kételytelenül. Ugyanakkor, mikor például saját elkeseredését fogalmazza meg, ugyancsak álarcosan a vén csiszárné siránkozásában. Mielőtt megszólaltatja a vénség gyötrelmei miatt keserűen panaszkodó vénasszonyt, ezt írja, hallgass meg ezt. A vén anyókák is szegények, a süldő lányokat, ha nézik, hogy bőségben vidáman élnek, az Istent lázadozva kérdik, miért kellett megvénülni nékik, és ezeknek itt érdeme. Az Úr némán hallgatja végig, ha pörbe szállna, vesztene. Hát ez borzasztó. Ugye a keserűségben idáig jutni, hogyha az Isten pörbe szállna a vénység gyötrelme miatt panaszodó halandóval, elveszteni a pört.
Hát ez egy olyan mélypontja a kételynek, és olyan drámai erejű kifejezése, amire középkorban nem hiszem, hogy bármilyen költő ragadtatta volna magát. De Vionnál ez megfér a legteljesebb gyötrelemmel és bűnbánattal, amelynek a legszebb megfogalmazása az akasztottak balladája, az epitáfium, a középső strófát olvasom. Testvérek, hogyha szavaink elérnek, ne húzzátok el fintorogva szátuk, hogy törvény sújtott. Jól észbe vegyétek, nem minden ember bölcs elmével áldott. Illendő az, ha holtnak megbocsáttok. Kövessétek meg, Isten is megáldjon a szűz fiát ott túl a más világon, hogy győzze le a poklok gyötredelmét. Porunkban már szitok felénk ne szálljon. Kérjétek inkább ránk az Úr kegyelmét. Hát itt láthatod, hogy az a hit, amelyet néhány évvel előbb még csak az anyja száján keresztül, mint egy szerepet tudott megfogalmazni itt a legmélyebb saját szív kamráiból törel. A másik nagy költő, nagy író, akivel foglalkoztál, Shakespeare. Hogy Shakespearehez mi vonzott? Nem beszéltem még neked arról, hogy én fiatalkoromban színész is akartam lenni. Sőt, amikor a második világháború véget ért, és kibújtunk a pincéből, elmentem a színész szakszervezetbe, ezt kevesen tudják, színészvizsgát tenni. Akkoriban ott lehetett színészvizsgára jelentkezni azok számára, akik valamilyen okból nem kerültek be színiiskolába. Na, én elmentem, kérlek szépen, Csehovnak a Dohányzás ártalmasságáról című tragikomikus kis monodrámáját tanultam meg nagy szorgalommal és ambícióval. Kétféle minősítés volt a szakszervezetben. Vagy olyan minősítés kapott valaki, hogy 2 évig vidéki kötelezettséggel kap diplomát, és akkor 2 évig kellett segédszínészként vidéken dolgozni, vagy ha jól vizsgázott, vidéki kötelezettség nélkül. Na, engem fölvettek vidéki kötelezettség nélkül. Rohantam a Nemzeti Színházhoz, ahol szintén volt meghallgatás, ahol szintén elmondtam ezt a monológot, nem is engedték végig mondani, a közepe táján azt mondták, hogy köszönjük, elég, majd odalépett hozzám Dávid Mihály, aki a zsűribe volt, öreg színész, megfogta a karomat, és azt mondta, jöjjön föl Major Tamáshoz az igazgatói irodába. És akkor Major azt mondta nekem, csupa uniformist láttam itt, a többiek mind valamiféle uniformisban voltak öltözve, azt mondja, ilyen egységes, sematikus szavaló számok voltak. A magáéba volt valami eredeti, én nem tudom, hogy magából lesz-e színész, de én fölveszem magát segédrendezőnek. Hát itt lettem a Nemzeti Színháznál segédrendező és segédszínész. Egy-két alkalommal valóban játszottam is kis szerepeket. Majd pedig ott lettem dramaturg, és aztán amikor elvesztettem a dramaturgi állásomat, mert nem léptem be a párba, akkor később fordítóként azért foglalkoztattak, és így sodoródtam egyre közelebb a színházhoz, most már nem színészi ambíciókkal, hanem műfordítói ambíciókkal. Kell tudnod, hogy én már 43-ban elkezdtem fordítani az Antonisz és Kleopátrát. Az vonzott engem hozzá, az egyik kérdezte, hogy rájöttem, hogy drámát úgy kell fordítani, hogy nem
szöveget fordítunk, hanem szerepeket. Nem mondatokat, hanem szerepeket. Én magamban eljátszottam minden szerepet. Nagyon érdekelt a dolog. És ebből a fordításomból két felvonást beadtam elolvasni a Nemzeti Színház dramaturgiájára. Még Német Antal idején. Kérlek szépen, nem is reméltem, de az akkori dramaturg Szűcs László ajánlására Német Antal nekem előleget adott és szerződést. No de közben szerepet kerestek Bajor Gizinek. Elküldtek neki több darabot, többek között elküldte Major az asztalán heverő Antonius és Kleopátrát is. Bajor Gizinek ez nagyon megtetszett, és azt üzente, ami meglepte a színházat, mert ő általában nem klasszikus szerepeket keresett, összesen tán két Shakespeare szerepet játszott életében, fiatal korában Júliát, és már élete végén és pályája végén Kleopátrát, az én fordításomban. Nos, ő azt üzente, hogy Kleopátrát szeretné játszani ebben a fordításban. Úgyhogy azt szoktam mondani, hogy nekem tulajdonképpen Bajor Gizi volt a fölfedezőm, mert az ő igénye döntötte el ennek a színre kerülését. A színházhoz való kapcsolatom megmaradt, mert az a hajlamom, hogy szerepeket fordítottam, szinte minden színigazgatót felém irányította. És ez mentett meg akkor is, mikor 5 esztendőn keresztül állás nélkül voltam, ezért tudtam megélni. Visszatekintve nem mindennapi életutadra, érezted az életedben Isten gondviselését is? Csak azt éreztem. Föltétlen. A gondviselésének a eredménye volt az, hogy soha nem fogtam föl, hogy életveszélyben vagyok, csak utólag. Például, amikor elfogtak. Mert hiszen hiába nem voltam katona. Katona szökevény azért voltam, mert szállási alatt már érvénytelen volt a mentesítés, amit mint lelkész végzettségű ember kaptam. És egyszer csak elkaptak az oroszok. Azt hittem, munkára visznek. De a menet ráfordult a Gödöllői országútra. És akkor rájöttem, hogy engem foglyul ejtettek. Civil létemre. No, az országúton megszöktem. Emlékszem, azt mondtam a két mellettem menetelőnek, hogy én lelépek. Ne vegyétek észre. Elkezdtem igazgatni a bakancsomat. És vettem észre, hogy ezt lehet. Az orosz nem szólt sem. Következő bakancs igazításnál már nem szaladtam vissza a helyemre, hanem amikor az orosz előre sétált, és nem felénk nézett, beléptem egy bokor mögé. A két társam, aki mellettem menekült, a végsőkig le akart erről beszélni. Én meg úgy éreztem, hogy nekem ezt kockáztatnom kell. Ennek köszönhetem, hogy életben maradt. És az Istennek köszönöm, hogy olyan természetet adott, hogy az életveszélyt mindig csak utólag konstatáltam.